ami szánk hirdeti a te dicséretet. Immár a nap felvirrata, kérjük az Istent minnyája, hogy ezen az egész napon
és beszéde megmarad örökké. Most testvérem és barátom, az Úr Jézus Krisztusban a izgalmas időszak, ez a 70-et, 60-at, 50-et vasárnapja, illetve az azt körülbelül időszak, ami ez a bőjt elő időszakban, ami szóval nem is tudom, hogy hova lehetne besorolni. Bőjtnek nem bőjt, vízkeresztő időszak utáni résznek igen, de valahol az oltár körülbelül zöldötte mégsem nyilván, de valahol egy ilyen köztes terület, akkor érezzük azt, hogy még tulajdonképpen farsang időszak tart, de már valahol mégis bőjt, de valahol a kettő egyszerre. Egy ilyen közbőső terület, amikor már beindul ez a visszaszámlálás, kevesebb, mint 70 nap van, mint húsvét. Lehetőségekkel teli időszak ez is, ahol az, ami a dánieli mondatban benne van, az kiteljesedett. Az a Dániel, aki ott a fogságban szembesül azzal, hogy mindaz, ami miatt ott vannak, az előző generációknak a tervei, hibái, meg az önök hibái is ott vannak az egész mögött, és számot vett azzal, amiben van. Szeretné látni, szeretné tudni, hogy mi is az, amivel gondolkodhat. Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmakban bízva visszük elég könyökését. Ez a konklúziószerű mondat, ami hihetetlen felszabaduló élményt, érzést, lényeget tükröz. Akár mi is van, lehet, hogy az elmúlt generációknak a termét hordozzuk. Lehet, hogy a saját hibáinkból előállt helyzetek miatt kell gyötrődnünk, de ebben a helyzetben is nem arra kell koncentrálnunk, nem az a lényeges, hogy mi mit tettünk az asztalra, vagy éppen mit nem. Mi az, amit elértünk, vagy mit nem értünk el. Az, akiben bízunk, a mindenség urája, és ő az, aki könyörületes. Nem azért szeret, mert olyan jók lennek. Nem azért szeret, mert olyan rosszak vagyok. Hanem azért szeret, mert teremtményei vagyok. És ez a feltétlen szeretet az, ami alapja lehet kettő kapcsolatának. Az Isten és az ember kapcsolatának. Ez valami hihetetlen felszabadító. Előbb van a szeretet, és a szeretetből fakadóan jöhetnek a mi cselekedeteink. És ez Dánielnek, és hiszen utána következő generációknak is, nekünk is felszabadító élmény. Fontos, hogy mit teszünk. Hordozzuk azokat a terveket, amelyeket előző generáció ebbe a világba beleplantálta. Tehát igaz az a mondat, amit az Úr mondott a Sinai hegyen, megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, a harmad és negyedézik azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok, ezerézik azokon, akik engem szeretnek, és megtartják parancsolatát. Ez a kegyelem, ez mindig fölírja a büntetést. Ez a kegyelem mindig fölírja a terheket. Ha nem így lenne, akkor el se tudnánk viselni ezt az életet. De Dánielnek fontos felismerése ez. Nem a magunk tetteiben, hanem a te nagy irgalmadba bízva visszük elég könyörgéseit. És azt hiszem, hogy ez a 70 napnyi idő lehetőség arra, hogy így gondoljuk, hogy mi az, mivel szembe kell nézni. A saját terveink, az előző generációk tervei, amit mi viszünk magunkkal, mi is viszünk magunkkal, és hogy mi is az, amiért könyörgünk. Mi az, amit szeretünk, és mi az, amit az Isten szeret.
tetteiben, hanem a te nagy irgalomban bízva visszük eléd könyökésünket. Ámen. Teljes szívvel te hozzád kiáltunk, hallgass meg minket, Úristen! Teljes szívvel te hozzád kiáltunk, hallgass meg minket, Úristen! És keressük a te igazságodat, hallgass meg minket, Úristen! Isten, hallgass meg a mi imádságunkat, és juss el hozzád